540,000 American troops, and thirty-one thousand died there. Using an apple two is very easy. For the truth to sink in, we kind of catapult the propaganda. Visszatérve, ugye erre, amit az előbb mondtál, csak így megmaradt bennem a, a kupola. Igen, szembe is jutott egy kérdés, amit mindenképpen meg szerettem volna kérdezni. Hogy a kupola az fizikai dolog? Uh -huh. Vagy akár például az ózonréteg is lehet az? Hát, hogyha ha azt kérdezed, hogy mi az, ami le van írva a kupolával kapcsolatban, akkor a kupola az, az egy szilárd dolog. Egy ponton létezik egy, egy kupola, ami fizikálisan ott van. Amit mi nem... Ha hát felrepülök, akkor be fogom ütni a fejem. Hát, hogyha Lényegében. fel tudnál repülni olyan magasra, akkor beütnéd a fejed, igen. Ez hmm. így van. De És ez igen. szerinted mi lehet? Üveg? Jég? Hát, van azért... Igen, némi... jég, jég elméletet hallottam egyébként, hogy ha uh -huh. az, az jég elvileg. Hát figyelj, mivel ahogy mondtad az előbb, nem volt, nem láttam, így nem tudom, úgyhogy inkább csak arra hagyatkozok, ami le van írva. De nagyon sokszor zafírhoz hasonlítja, és áttetsző mint a. Azt hiszem, a zafír az kék, de mindjárt most rákeresek, hogy ha kék, ha nem, de amiről beszél, az az. az azt hiszem, hogy zafír. Hogy nézem meg, és akkor meg. A, a, mint a világos kék rémlene. Azért is kék. Nyilván, oké, okay, tudom, hogy ez, ez bizarrul hangzik, amit mondok, oké? Okay? Szóval csak arra kérek mindenkit, hogy, hogy koncentráljon, és hallgassa ezt úgy, hogy én így élek, én szerintem ez van, én elfogadom azt, hogy, hogy más. Más hisz, én ezt hiszem, az kész. Az írások alapján van egy kupola, ami fölött víz van. Én szerintem ezért kék az ég. Maga az ég kék. Mi ezen a, a kupolán, és én nem azt mondom, hogy nincs az, amit idézébe atmoszférának hívunk, vagy stratoszférának hívunk. Ezek a dolgok léteznek. Van egy szint, ami fölött kell, hogy legyen egy szilárd, Tom, azért, mert az írás úgy írja le, hogy, hogy, ez egy szilárd, olyan, mint az acéltükör, azt írja jobb, mint egy, mint egy acéltükör, és az egyértelműen szilárd. Sőt, maga a szó arra utal, hogy ez ki van munkával, kalapáva ez az egész. Ez egy tökéletes rendszer, mint egy sátor. Ezért is éltek sátorban azok a, a karakterek, akikről olvasunk az írásokban. Minden úgy van kitalálva, hogy az írásokban, hogy reprezentálja a földi élet, a spirituális életet, a kicsi, a nagyot. Segít nekünk, tulajdonképpen segítene. Ezért is bizarr az, hogy mi ennyire elmozdítottuk magunkat a természetes világtól. A legtöbb ember, különösen az a generáció, ha jól értelmezem, aki, aki nézi a videóidat, ők abszolút el vannak mozdítva a természetes világtól. Majd hogy nem az egész életüket leélik egy ilyen digitális világban, amit mi kreáltunk magunknak. Hát mi kell bizonyíték még arra, hogy az ellenségnek az a célja, hogy elmozdítson minket a természettől, hanem az, hogy az emberek az egész életüket leélik úgy, hogy egy mesterséges világot bámulnak, amit mi kreáltunk, és közben elmegy mellettük a természetes világ. Nem csoda, hogy nem értik azt, hogy hogy, hogy működik a Föld, vagy az élet. Ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez nagyon tetszett. Halleluja! <laughs> egy kicsit elkalandozok, de csak azért, uh -huh. mert Szükség lesz rá, hogy össze tudjam kapcsolni a két témát. Szóval említetted, az egyik videódban hallottam, azt a kifejezést, hogy azt hiszik az emberek, hogy a víz hozzá tapadt egy gömbhöz. Igen. Ez számodra akkor azt feltételezi, hogy nem létezik a gravitáció, vagy minimálisan létezik a gravitáció, vagy nem úgy létezik az sem, ahogy gondoljuk. És ezt úgy kapcsolnám össze a te gondolataiddal, a kupolával és azzal, hogy a kupola felett elvileg akkor víz van. Uh -huh. Hogy akkor azt mi tartja meg? Nézd, egyrészt nem tudom ezekre a kérdésekre a választ, ez gondolom világos. Úgy, úgy értve nem tudom, hogy most nem tudom, olyan értelemben nem tudom bebizonyítani a hallgatóknak, mint ahogy várják, hogy jó, most akkor álljak elő egy matematikai képlettel, vagy hozzak egy, egy egyenletet, vagy, vagy egy együtthatót, vagy valamiféle erőt, vagy bármit is magyarázzak el. Én azt akarom inkább ezzel kapcsolatban mondani, hogy Egyrészt, amit mondtál, hogy hozzáragadt a víz a gömbhöz. Megmutatok néhány képet a, a képzeletbeli gömb világról, hogy ahol, ahol élünk. Gondoljunk bele mindenki abba a bizarr szituációba, hogy állítólag ez, ahol élünk, ez nem is tudom, biztos vannak, akik tudják pontosan, hogy mennyivel repülünk mi az űrben. Itt tudom én, több ezer mérföld per óra, gondolom, valahogy így lehet. Közben forog közben az egész galaxis repül, és pörög egy másik galaxis körül, közben az egész univerzum, vagy mi ugyanígy repül. És a levegő is hozzá ragadt ehhez a gömbhöz mindeközben úgy, hogy kívül vákum van, a levegőhöz a vákum hozzá van valahogy így ragadva, vagy, vagy egy, egy ponton el kell, hogy kezdődjön a vákum, nincs az, hogy átmegy vákumba, attól még valahol van vákum. Szerintem sokan nem is gondolnak ebbe bele, csak egyszerűen elfogadják azt, hogy ez így van. Úgyhogy én szerintem ez a legnagyobb kérdés először, hogy, hogy egyáltalán hogyan lehetséges az, hogy ez, ez a golyó ez így repül ilyen gyorsan, és mindezek a dolgok hozzá vannak ragadva. Ez, ez Mondhatjuk azt, hogy ez a gravitáció értem, de akkor mégis közben egy pillangó el tud repülni, de az óceán hozzá van ragadva, meg egy madár. Az hogy az a nyomás. Tehát azért egy óceánnak nyilván nagyobb a súlya, mint egy pillangónak. Hát gondolom ez én, tehát én erre a... tudok gondolni, hogy akkor a... ezt hozzák magyarázni. Azt, azt tudom, hogy meg lehet magyarázni. Én, én azzal nem vitatkozom, hogy meg lehet magyarázni. Én csak azt mondom, hogy reális-e. Nem, nem arról beszélek, hogy van rá egyfajta magyarázat. Pont ez a lényege a magyarázatnak, hogy ezt meg kell magyarázni. Hogy, hogyha ha neked nem mondják azt, hogy mi pörgünk, forgunk, repülünk az univerzumban, és amikor fölnézel, azok olyan golyók, mint mi, és mi rá tudunk azokra repülni, és landolni ott, és bányászni, meg te egy majom vagy, aki csak beszélni tud, soha eszedbe nem jutott volna ez a dolog. Azért, mert nem így van. Tehát a, a tudomány megmagyarázza azt, amit nem érzékelünk. Egy kreál egy álomvilág, elhiteti velünk azt, ami nem létezik, csak azért, mert a legtöbb ember elfogadja azt. Érthető, amit mondok, hogy megmagyarázzák nekünk, amit mi nem érzékelünk. Szóval mindenkinek meg kell erőszakolnia az elmét, hogy elhiggye azt a valóságot, amiben él, mivel semmi nem támasztja alá az életünkből. Mivel nem tapasztalunk ezekből semmit. És ez szerintem egy elég súlyos szituáció. Hogy elkezdem neked magyarázni azt, hogy amit látsz, az nem, és amit tapasztalsz, az nem úgy van, akár tetszik, akár nem. Ez az, amit a tudomány csinál. Micsoda a hullócsillag, és mi a meteor? Mert hogyha víz van a föld körül, vagy mint egy kívül, akkor elvileg a meteor becsapódások nem lehetségesek. De én nem is látott senki még meteor becsapódást igazából. Csak meteort látott, amit úgy hívnak, hogy meteor. De igazából a becsapódás sose látta senki. Látott krátereket, amire azt mondják, hogy ez meteor becsapódás, de mi arra bizonyíték? Hogyha ha én nekem bizonyítani kell mindent, akkor miért ne kéne nekik bizonyítani azt, hogy ez egy metavor becsapórás? Mi a bizonyíték? -e? Ez, egyébként, ez egyébként így megy a világba, hogy eh, erre azt tudom felhozni példának, amikor az ORT felhőt találta fel, ugye az az ORT nevű valaki, hmm. aminek az a lényeg, hogy me, eh, meg akarták magyarázni, hogy a, az üstökösök, amik állítólag tízezer évnél nem élnek tovább. Uh -huh. akkor hogy lehet, hogyha több milliárd éves a Föld, akkor a galaxis még mindig vannak üstökösök? <laughs> Erről jött egy példával, hogy van ez az ORT felhő valahol, amerre el se lehet látni, uh -huh. és akkor abból születnek a, a, az üstökösök. És amikor azt mondták, hogy de hát ha nem is látsz el odáig, akkor hogyan tudod bebizonyítani, hogy ott van? És erre azt mondta a válaszul, hogy a bizonyíts be te, hogy nincs ott. <laughs> igen, igen. Na hát én ezt mondom, hogy. <laughs> Kávé így működik ez az egész tudomány. Senki, most a... te, te neked eszedbe se ült, vagy nekem, hogy. Míg, míg, benne vagyok ebbe a rendszerbe, hogy, hogy megkérdőjelezzem azt, ami be vagyunk idomítva úgy, mint, mint az állatok tulajdonképpen. Az iskola rendszernek az a feladata, hogy beidomítson minket, mint ahogy idomít, mint egy kutyát, ahogy beidomítanak. Hogy ha ez van, akkor ezt csinálod, ha az van, akkor azt csinálod. Ha igazából belegondolsz, akkor még csengőt is használnak, mint ahogy Pavlov használta a kutyával. Csengetnek, fölállhatsz, és kimehetsz, és ehetsz, Csengetnek, vissza kell jönnöd, leülni 45 percet. Csengetnek, kimész, csengetnek, bejössz. Be vagyunk idomítva. Az, aki vezeti az osztályt, a tanár, amit ő mond, az az igazság. Hogyha te azt meg tudod ismételni 100%-os pontosággal, te vagy a legjobb, és ahogy a pontosság csökken, úgy romlik az eredményed. Szóval neked meg kell ismételni azt, amit hallasz. Így vagyunk beprogramozva. Nem arra hogy beprogramozva, hogy kérdőjelezd meg azt, hogy... Ó, de hát látott már valaki fél majmot, vagy... Ha te ezt megkérdezed, akkor annak nincsen semmiféle pozitív visszacsatolása. Az egyszerűen csak így azt mondják, hogy figyelj, csak ülj le, ez így van, az kész. Ja, igen, én... ez, az átmenet. Ezt én is sokszor meg szoktam kérdezni, hogy akkor hol van az átmenet. Persze, hol van a fél majom fél ember, vagy a fél béka fél hal, vagy, vagy a fél madár fél gyík. De, de igazából nem is akarok, nem gúnyolódni akarok ezzel, vagy nem a válaszolva a meteorra, meg erre a dologra, ez megint csak bizarul fog hangzani a legtöbb embernek, én én tudom, de az, amit mi bolygónak hívunk, az a szó az planetész, a bocsánat, planeta a görögben. A planetész szó szerepel egyszer az írásokban, és Júdás könyve, júdás ír arról a levelében. Azt írja, hogy a planetész. Ezek a vándorló csillagok fogva vannak tartva, elzárva a Föld, sötét. Hát most pontosan azt írja, hogy a, a sötét mélységben a bűneik miatt, amiket elkövettek. Persze vannak, amelyek nincsenek elzárva, ezeket láthatjuk, de ez arra utal, hogy ezek a dolgok spirituális lények, amik egy másik dimenzióban élnek. És én ezt meg is tudom mutatni mindenkinek, hogy ez így van. Gondolja bele mindenki, hogy hogyan nevezzük ezeket a dolgokat. Vénusz, Jupiter, Mars, Szaturnusz, Uranus, Neptunus, Plutó. Ezek mind görög, bocsánat, a római és görög istenségeknek a nevei. Azért, mert az, azok, akik irányítják és uralják ezt a világot, tudják, hogy ezek nem golyók, amikre le lehet szállni, hanem spirituális élőlények, amik egy más dimenzióban élnek. Ezért van nevük, ezért hívják őket úgy, ahogyan a görög és a római isteneket hívták. Ez a kettő összefügg. Amíg valaki ezt nem érti meg, addig nagyon nehéz elfogadni a valóságot. Pont ez a lényeg. Ezért látjuk ezt a sok gömböt, meg a, hogy ez a bolygó, meg az a bolygó, meg ide szállunk le, meg oda szállunk le, hogy elrejtsék az igazságot. Van, egy, van egyfajta erő a hazugságban, és ők ezt használják ki. Még annyit erre a meteor valamire kapcsolatban, hogy ha elfogadjuk azt, amit mondok, ha valaki elfogadja azt, hogy IT e lehetséges, vagy a, vagy a Predator, vagy az Alien, vagy egy nap beérkeznek ide az idegenek, akkor miért ne hihetném én azt, amit most mondok? És ha így van, mi van akkor, hogyha ez a két dimenzió esetenként képes interakcióra, vagy, vagy kapcsolatra? És az, amit az emberek hullócsillagként látnak, az ezek közlekednek a mi dimenziónk és a sajátjuk között. Ezért látjuk mindig föntről lefelé hullani őket. Nem lentről felfele, meg össze-vissza. Meg nem látunk olyan csillagot, ami az egyik nap még ott fénylik, a másik nap meg lehullik. Ez is fontos. Uh -huh. Így van. Ezek, ezek ott vannak folyamatosan, de ezek közlekednek a két dimenzió között, és ez az, amit hulló csillagként érzékel az ember. Vagyis lát. Visszatérve, visszatérve uh -huh. egyébként arra, ez is nagyon jó magyarázat arra, hogy miért hozták létre akkor a, a geoid föld elméletet, úgymond. Rengeteg ö, elterelés, tehát ez is akkor ide tartozik, hogy ha van meteor, akkor meg lehet félemlíteni azzal az embereket, hogy egy hatalmas meteor tart a föld felé, és lehet, hogy meg fogunk halni. Pontosan így van. Ez Mert így ugye érz. szokták mondani, hogy aki, aki fél, az befolyásolható, aki befolyásolható, az pedig kontrollálható. A félelem egy nagyon fontos dolog. A félelem egyébként sokkal bonyolultabb, mint ahogy a legtöbb ember gondolja. Vagy mint a, a, amit mondasz, az tökéletesen úgy van egyébként, a kontroll a kapcsolatban. Ha lesz idő rá a jövőben, akkor akkor egyszer, mivel ez most a lapos föld így maradjunk meg annál. De én már nagyon régen készülök arra, hogy megpróbáljam elmagyarázni az embereknek, hogy a félelem az, az egy sokkal összetettebb dolog, mint csak egyszerűen az, hogy akkor én kontrollálható vagyok. A félelem az, az egy komplex fiziológiai jelenség. És mm. annak nagyon súlyos következménye van nem csak biológiailag vagy fizikálisan, hanem spirituálisan is. És ezt az ellenség nagyon jól tudja. És ez egy fontos eleme ennek az egésznek, úgy, ahogy mondtad, pontosan. Nem véletlen az, hogy gyakorlatilag mindennel ijeszgetik az emberiséget. Nem? Védőoltás kell, mert különben a vírus kitörés mindenki meghal, a becsapódik a, a meteorosz kihalunk, mint a dinoszauruszok, vagy a nap felrobban, vagy a nap kihűl. Vagy egy hatalmas árvíz jön, elfogy az élelmiszer, globális felmelegedés, klímaváltozás, háború, a amit akarsz. És, és, és ne felejtsük meg a legdurvábbat közül amitől a legjobban félni kell. Mm. Soros Gyuri és a migránsok. Ja, igen, hát a migránsok, persze, ez meg a következő. A migránsok, rengeteg van. Iszlám, akkor végtelen, végtelen. Ez... Ez erről szó, hogy félelmet generáljanak. De hogyha ha megérteni, én nem félek egyik ilyen dologtól sem, mert tudom, hogy mindegyik hazugság. Tudom, hogy ez a vírus dolog hazugság, az atombomba hazugság, a meteor hazugság, a gömbföld hazugság. Tudom, hogy összejátszanak az országok. É, abszolút, én félelem nélkül élek. Én nekem nem kell ezektől a dolgokat tartani, mert tudom, hogy hazugság. A legtöbb ember viszont nem. Ők, ők egy bizonytalan világban élnek, ami pörög, forog, és tele van. Veszélyekkel, és gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlan. Akkor most így a maradék 20 percbe, uh -huh. még eszembe jutott egy kérdés, de szerintem erre 20 percbe pont elég lesz, <laughs> hogy akkor lapos a Föld. Hogy a kontinensek hogy helyezkednek az. el, az most uh, így szemem előtt megvan, de elmagyarázni nem biztos, hogy el tudnám. Lényegtelen. Vegyük uh -huh. úgy, hogyha lapos ugye a Föld, uh -huh. akkor mondjuk Ausztrália és Amerika keleti, legkeletibb része, nem, a legnyugatibb része van egymástól a legtávolabban. Így van. Akkor hogy lehet az, hogy például repülővel uh -huh. Ausztráliából Amerika időben annyi amennyit a geoid föld bizonyít? Tehát nincs távolabb. Tehát akkor az azért jelentősen hosszabb út lenne, mintha uh -huh. például Amerika keleti részéről akarnék eljutni a nyugatira. Uh -huh tehát a távolság repülővel, amire ugye fel lehet hozni azt is magyarázatképpen, hogy legalábbis én ezt tudnám felhozni, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanannyival közlekedik a repülőgép, de ugye akkor a rövid távokon, az egy-másfél órás távokon miért nem közlekedik ugyanaz a sebességgel, és akkor nem egy-másfél óra alatt tenné meg, hanem megtenné 20 perc alatt. Hát pont azért, hogy választodjál a kérdés, amit feltettél. Például ez az egyik magyarázat. Manipulálhatják a sebességét a repülőnek. De egyébként nem tudok erre választodni. Még valamit azért ehhez hozzátennék, amikor mondtad, hogy ez van a legtávolabb egymástól. Én nem tudom, hogy hogy néz ki pontosan a Föld, és mikor azt mondtad, hogy látnod kellene ahhoz, hogy tudd, hogy, hogy ez egy gömb vagy egy lapos, mivel nem láttuk, ezért nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz ki. Azt ismerjük azt a lapos Föld térképet, amit mindenki lát, amit mi valószínűleg mindenki látott már, de az nem azt jelenti, hogy az úgy van, vagy hogy én elhiszem, hogy az úgy van. Sőt, én, én azt kell, hogy mondjam majd, hogy nem biztos vagyok benne, hogy nem úgy van. Ez nem változtat azon a tényen, hogy én úgy gondolom, hogy valami ilyes fajta kell, hogy legyen a föld alakja, mert azt mondta, hogy megrajzolta a föld kerekségét a, a mélység felszínén, és az egy kerek dolog kell, hogy legyen. Plusz a szabadkőműveseknek a jele az egy körző, és egy szögmérő, ami azt feltételezi, hogy kell, hogy legyen egy négyzet, vagy egy téglalap, és azon egy kör. Ezért az a jelük. Ez mindvégig ott volt, és ott van az emberek szem előtt, csak nem veszik komolyan, mert nem igazán értik az, az, igazságot, de, de az mindvégig el van árulva, hogy úgy fogalmazzak. És a jelek azok, amik elárulják. Ezért az a jelük. Azért szabad kőművesek, építészek, mert ők azok, akik egyrészt építik az új világrendet, másrészt fizikálisan is felépítették ezt a világot. És ők tudják, hogy a Föld az egy kör. A négyzeten vagy a téglalapon rajta. Ezért az a jelük. A többi dolog, hogy lehet egyrészt, hogy nem olyan messze van, mint ahogy nekünk mondják. Honnan is tudnánk? Végül is sosem értelme senki, csak egyszerűen elfogadta, hogy ez így van, az kész. Eszembe se jut, hogy lemérjem. Mindazok a dolgok, mint hogy a Szent körbeutazza, vagy X átmegy az Antarktiszon, vagy Z az Arktik régión átutazik. Ezeket mi csak így hallottuk, elfogadtuk, megnéztük, mint egy hírt, az kész, el is felejtettük. Nem is tudjuk lemérni. Szóval a távolságok is lehetnek, már. lehet az elrendezése a kontinenseknek is más. Végül is honnan is tudná bárki, és főleg ma, mikor csak egyszerűen navigál egy, egy GPS segítségével? Az, hogy hogy volt száz éve, vagy 200, arról fölösleges beszélni, mert azt megint csak nem tudjuk. Mi csak azt tudjuk, ami most van. És hogyha belegondolok abba, hogy én hogy utazok, hogy bejutom a Google Maps-be, hogy hova akarok menni, és elfelejtem az egészet, azt csak vezetek, akkor ilyen alapon a repülőgép pilóta is nem azt nézi, hogy most hova repül el, hanem beindítja a gépet, azt az elrepül oda is lesz. Áll. Sebességekkel, a távolságokkal, az elosztásával lehet manipulálni. Egyébként még a hozzá tenném, hogy meggyőződésem, hogy, a rep, hogy a, az üzemanyag sem úgy működik, ahogy azt nekünk mondják. Ez szinte biztos, hogy így van. Mármint? Hát ez ezer százalék, hogy nem úgy működik. Különösen a repülésben. Egy dongó sem azért repül, mert a szárnyaival hajtja magát előre, hanem generál egyfajta légáramlatot, és aztán utána azon navigál végig. De az nem kell annyi energiát kifejteni, hogy állandóan neki Repkednie kelljen. De ezt érdemes utána nézni, hogy hogy működik. Ez is ez egy másik téma, amire, amire bele akartam menni, megmutatni azt, hogy hogy lehetetlen, hogy a repülőgép annyi üzemanyagot vigye magával, amennyit mond. Elképzelhetetlen. Az akkora súly lenne, amit nem tud felemelni egy olyan repülőgép, és egyszerűen csak nem, nem úgy működik, ahogy nekünk azt mondják. Ez biztos, hogy így van. A kőolaj sem úgy működik, ahogy azt nekünk mondják. Egyetlen energiahordozó vagy nemesfém sem úgy működik, ahogy azt mondják. Minden másképp működik. Ezek, ezek csak egyszerűen nem, nem így van. Sőt, az erőművek sem úgy működnek, ez is meggyőződésem. Igen, azt akartam mondani, azt, ez azt hiszem hallottam, hogy mondtad, hogy... Nem csak az egy atom, lehet, hanem egyik, lehet, se. egyik sem. Egyik ez, ez csak félelem generálás, hogy el fog a kőolaj, nem lesz üzemanyag. Szenyezünk a levegőt majd az elektronikus autó megment minket. Ez mind-mind a hazugság. Ezért mondtam, hogy amikor kiderül, hogy egy hazugság van, utána az ember utána néz, és akkor rájön, hogy hoppá, minden hazugság. Nem kell elhinni, amit mondok. Nézzen utána mindenki, és akkor döntse el magának. De én garantálom, hogyha valaki tűzetesen utána néz ezeknek a dolgoknak, és befogadó, és hajlandó tesztelni azt a tudást, amit esetleg az iskolában megtanult, akkor óriási meglepetések várják majd ezen az úton. Az a baj, hogy itt már nagyjából kevés az elhiszem, nem hiszem. Meg elhiszem azt, hogy hazugság, vagy nem hiszem el azt, hogy hazugság, mert hogyha felnyomják a benzinárat, akkor felnyomják a benzinárat, az rám ugyanúgy hatással lesz. Hogyha drágább lesz a tojás, akkor drágább lesz a tojás. Az nem hiszem, nem hiszem, kérdés, sajnos. Uh -huh. Itt a félelem generálásnak attól függetlenül, hogy elhiszem, nem hiszem, a része vagyok. Mert befolyásol. Igen, és akkor most végre körbeértünk, és eljutottunk oda, hogy miért is titkolják el, hogy lapos a föld, és hogy létezik egy teremtő, mert hogyha egy olyan világban élsz, amit most mondasz, akkor valóban félned kell mindentől. Miben is bízhatnál, mint saját magadban, nem? Nincs kire támaszkodni. Pontosan? Én nem félek egyiktől se. Engem nem érdekel, hogy mennyibe kerül a kenyér, vagy mennyibe kerül a benzin, vagy hogy hol fogok aludni holnap. Én hiszem, Hogyha én azt csinálom, amit ő elvár, akkor ő azt fogja csinálni, amit ígért. Szóval tőlem lehet egy millió forint és egy liter benzin, vagy akármit is csinálhatna. Ez a lényege annak, hogy eltitkolják, hogy a Föld milyen alakú. Én ezt próbálom megértetni az emberekkel, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdés, mint az, hogy egyszerűen lapos-e a Föld, vagy sem, vagy hogy nyomtatják a pénzt, vagy nem, vagy van -e egy teremtő, vagy nem. Ha van egy teremtő, és az ember tudja, hogy az létezik, és szereti őt, és hajlandó együttműködni vele, akkor onnantól kezdve nekem nem kell félnem semmitől, és én nem is félek. Csak az ő haragjától azt kell, hogy mondja. Hát igazából, ha betartod azokat a dolgokat, amik általában vannak írva, akkor azoktól se kell. Persze, hogy nem, de az a félelem vezeti előre az embert. És az nem az a félelem, amivel az ember fél a világtól. Ez egy egész más félelem. Sokkal inkább egy tisztelet, és, és abból fakadó félelem. És én ezt. Amennyire én ezt az egészet nevetségesnek tartottam, mikor a világban voltam, meg ezt az egész hitet, meg a tempomba járás, meg ezt az ő körséget, amiről beszéltek az emberek, mikor megértettem a, ezt a lapos földet, eljutottam az út végére, akkor akkor úgy voltam vele, hogy, hogy ez egy egész más dolog, mint ahogy én azt elképzeltem. És akkor, akkor megértettem, hogy a vallás ugyanúgy része ennek a hazugságnak, mint a szórakoztatóipar, a politika. Az oktatás, a tudomány, a média, ez egy cég. Azért találták ki a vallást, hogy kordában tartsák azokat, akik hisznek. A vallás egy hazugság. Végül is akkor a kérdés, vagy csak akkor hagyd kérdezem meg én, akkor mi, mi a te álláspontod erre? A hitel a lapos hát Nem, a lapos ezt értem. A, 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 hol állsz te, amikor arról van szó? Mi az, amit te hiszel a világon? Vagy úgy általában? Én én tapasztalatok alapján építkezek, tehát amiket uh -huh. már megtapasztaltam, amikkel már találkoztam, amiket már láttam, azokat elhiszem. Olyan dolgok, amik hát most példaképpen, hát például legyen az, hogy vegyük a benzint, ha most így is arról beszéltünk, uh -huh. hogy, hogy ennek az áringadozás, meg hogy kevesebb, meg mit tudom én. Ugye nagyon sok olyanról hallottam, hogy 15-20 perc alatt előállítottak már benzint olyan anyagokból, hogy nem is tudom, csirkebőrből, vagy mit olvastam, uh -huh kínaiak, de már volt Magyarországon is ilyen. Egy lényegében ezzel se találkoztam, mert nem láttam a saját szememmel. Tehát ez se biztos, de hogy az ilyenek alapján azért mégiscsak elgondolkodik az ember, hogy uh -huh. akkor, akkor valami nem úgy van, valami mégse úgy van, ahogy eddig hitte. Száz százalékban tényleg csak azokat a dolgokat hiszem el, amiket láttam, amiket megtapasztaltam, és ilyenkor feltették már nekem kérdésképpen, miután ezt elmondtam, hogy ha ezt mondod és hiszel Istenben, akkor találkoztál Istennel, vagy legalább tapasztaltad őt? <laughs> Igen. Igen, a válaszom. Ezért hiszek benne. Uh -huh. Érdekes. <laughs> Érdekes álláspont. Nem azt mondom, hogy nem. Mondjuk annyit hozzátennék, ha már ott tartunk, hogy egy elhiszed, amit láttál. A definíciója a hitnek le van írva, hogyha valakit érdekel az írásokban. Éberekhez, vagy Héberek 11. fejezet első vers de mindjárt megkeresem, hogy pontosan hogy van. A lényeg az, hogy ha valamit látok, vagy megtapasztaltam, akkor igazából abban... Már nincs szükséged a hitre. Így van. Ezt akartam mondani. <laughs> szóval nem azt mondom, hogy, hogy, rossz úton jársz, vagy bármi. Én inkább csak azt, és megvan a hit, ez a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés a reménylet dolgoknak a valósága, az a hit, hogy a reménylet dolgok, azok, azok valóban léteznek, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hiszen, hogyha látom, akkor nem kell hinnem benne, mert ugye minek higgyek, hogyha egyszer látom? Nem azt mondom, hogy rossz úton jársz. Azt mondom, hogy míg nem értettem meg az úgynevezett Bibliát ilyen szinten, addig Azokat a definíciókat fogadtam el a bizonyos dolgokról, amiket a világ elém tárt. Szóval, hogyha valaki azt mondta, hogy én szeretlek, akkor én azt úgy fogtam fel, hogy ő szeret engem, az alapján, a szeretet alapján, amit én annak gondoltam. Vagy mint amit most beszélünk, hogy jó, akkor mi az igazság? Mi a valóság? Mi a hit definíciója? Mi az érgalom, vagy mi a kegyelem? Át... Az igazság az, hogy igazság csak egy van. Pont ez a lényeg, hogy. Az átlag a hazug világában nagyon jól el van. De azt akarom, így van, azt akarom kihozni ebből, hogy, hogy, elkezdtem a definíciókat használni, amiket az írásokban találtam, és így az ére sokkal tartalmasabb lett. De ez csak egy ilyen mellékvágány így, így a laposföld téma végéhez. Most nem tudom, hogy mennyire válaszoltam meg, válaszoltam meg ezeket a kérdéseket, amik az emberek fejében felmerülnek, de én hagyj irányítsak mindenkit oda ahhoz a lejátszási listához, hogy a laposföld. Abban minden alapvető kérdésre én megpróbáltam az én verziómat előadni, és aztán nézze meg azt mindenki. Döntse el magának, hogy szerinte ez vagy szerinte az. De nem az a kérdés, hogy a Föld milyen alakú, vagy, vagy nem ez a nagy kérdés, hogy hogy működik a hold, vagy mik a meteorok. A nagy kérdés az, hogyha tudjuk, hogy a politikusok, akik irányítják az életünket, hazudnak. Elmondják, hogy hazudnak. Gyurcsány elmondta, hogy hazudik. Minden elmondta már, hogy hazudnak. Vajon ez csak a lopásról szól? Vagy mi az, amiben még hazudna? És miért hazudna? Ez kellene kideríteni mindenkinek, szerintem. Ez, ez kell, hogy legyen a nagy kérdés. Na de, hogyha a hitet az alapján, a definíció alapján használjuk, ahogy te most elmondtad, akkor az mm -hmm. én hitemet úgy tudnám megmagyarázni, hogy hiszek olyan dolgokban, amiket nem látok. Ez értelemszerű. Mm -hmm. Az olyan dolgokat, Inkább félreteszem, inkább nem foglalkozok vele, amit nekem tudományosan nem lehet megmagyarázni. Mint például a lapos föld is. Uh -huh. Tehát én ezekkel a dolgokkal nem azért nem foglalkozok, mert nem érdekel, meg nem azért nem foglalok álláspontot, mert nem érdekel, Igen. hanem azért nem, mert nekem el lehet magyarázni tudományosan is. Tényleg elmondhatják azt, hogy bebizonyítottuk, lapos a föld, itt vannak a felvételek, én akkor sem fogom elhinni, amíg nem láttam uh -huh. a saját szememmel. De nem is akarom igazándiból látni. Külső tényezőként nem befolyásol az, hogy ez, erre hazugságokat építenek, mert én a földön kívülegben sem hiszek, uh -huh. idegen civilizációkban sem hiszek. Ha például az óriásokat vesszük, én óriás csontvázat nem láttam még, nem tudom, hogy létezik, Én Igen. megmaradok ennél a nem tudom, ná. Tehát uh -huh. nem mondom azt, hogy nincs, uh -huh. azt se, hogy van. Ha valaki a véleményemet kérdezi, akkor valószínűleg azért kérdezi erről a véleményemet, ha úgy kérdezi, mert tőlem várja a választ. Hát tőlem ne várja, mert én nem tudok rá konkrét választ adni. A véleményére tudod mondani? Ha el tudom mondani, az pedig ez. <laughs> Értem. Én okay. Istenben hiszek a Bibliáról annyi a véleményem, hogy meg arról, hogy hova állok egy uh -huh. világ szempontjából, hogy rengeteg tényleg nem tudnám megszámolni, hogy mennyiben hittem már, amire azt hittem, hogy az úgy van. Igen. Mennyiből jöttem ki, amire rájöttem, hogy az nem úgy van. Uh -huh. És ezek után én. Mert oh. tudom, hogy lesz, lesz majd, tudom, hogy lesz majd egy olyan magyarázat, ami, ami belülről kapok majd egy ilyen indíttatást, hogy ez az végre megvan, ezt kerestem, ez az igazság, de addig én, én, addig én a videóimra ezt fogom rátenni, hogy valóság vagy teória, mert nem megmagyarázni akarok semmit. Senkinek mm -hmm. meg akarom mutatni, hogy van egy ilyen álláspont is, többiek Igen. meg eldöntik. A nézők, eldöntik, hogy nekik mi az igazság. Egyszerű. Ez egy nagyszerű végszó akkor. <laughs> Mert én hasonló állásponttal helyezkedtem, csak lehet, hogy esetleg, lehet, hogy esetleg én határozottabban uh -huh. állítom azt, amit én vélek, vagy amit én hiszek, de. Pontosan ezért is én nem mondom azt, hogy amit te mondasz, az nem igaz. Uh -huh. Az ellenkezőjét se, semmit. Inkább úgy mondom, hogy szeretném hinni, de lehet, hogy még el kell jutnom arra a szintre, hogy ez a, ez a hit, hogy a definícióját is mondtad, ez nálam egy kicsit jobban kialakuljon. Jobban rá tudjak támaszkodni. Még a legelején, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy említettem is neked, hogy én ebben a témában nagyon kezdő vagyok. Tehát nekem ez, ez, még, ez még olyan dolog, hogy ismerkedek, barátkozok vele, aztán majd kiderül. Igen. Ó, hát vigyázz, ez egy nagyszerű. Én, én, én tudom, hogy sokszor úgy jön le, hogy oly mindent tudok, de én csak én csak arról beszélek, amiről tudok. Én, nek, én száz százalékig száz, meg vagyok győződve, hogy ez így van. Nem is érzem úgy, hogy ez probléma lenne. Már túl lendültem azon, hogy azt higgyem, hogy én mindent tudok, vagy hogy, vagy, hogy mindenkinek el kell fogadni ezt, amit én gondolok. Képzeld el azokat a barátaidat, akikről beszéltél, akik megmagyarázzák, hogy a tudomány már pedig ezt állítja, és az úgy van, ők ugyanúgy, azt hiszik, hogy az úgy van, mint ahogy én ezt, és ők sem kérnek bocsánatot minden beszélgetés végén, hogy ők ezt úgy gondolják, nem? Ja. Akkor én miért kéne, hogy mindig bocsánatot kérek az emberektől, mert én így gondolom. De ha, így én nem vele. nem várom. Nem, nem, nem is úgy értettem. Csak, hogy a, akik nézik a videókat, sokszor ez jön, hogy. Uh -huh. Ó, miért mondom azt, hogy én tudom? Azért, mert én ugyanúgy tudom, mint ahogy ők tudják azt, amit ők gondolnak. De azon már túl vagyok, hogy hogy én ezt rá akarom erőltetni bárkire. Csak nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy hogy esetleg én nem... Én biztos vagyok ebben. Én, én így élek, én ebben hiszek. Ez, ez a szituációvel. Még egy dolgot hagyd mutatok végül, csak annak érdekében, hogy, hogy elhiszed-e, amit... meg a mondás, hogy, hogy fejetlen csirke újra hangál? El tud kézelni, hogy olyan létezik, hogy fejetlen csirke? Hallottam róla, igen. Létezett elvileg. A, 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 Le akarta vágni az öreg, de aztán Miután látta, hogy nem akar meghalni, hogy fejetlenül putkos, és még mindig él. Pontosan. Valami rémlik, igen. Igen. Mike-nak hívták a fejetlen csirke, 1945. április 20-tól 1947. március 17-ig élt. Te... Fej nélkül. Fej nélkül. Aha, fej nélkül. És 18 hónapig volt életben, bár itt most itt többnek tűnik, de van is egy szobor, azt hiszem, hogy Amerikában valahol, Mike emlékére, a fejetlen csirke emlékére. Úgyhogy elég bizarr dolgok vannak a világon. Alaposod, az csak egy ezek közül. Már akinek. De szerintem, szerintem az igazság az nagyon nem az. Hát iráig eljutottam én is. Az igazság nagyon nem az, amit mondtak, vagy mondanak. Az, az ezer százal. Ebben én is biztos vagyok. Akkor nagyon szépen köszönöm ismételten az együttműködést. Remélem, hogy még tudjuk majd folytatni. Ó, hát örülök, hogy, hogy beszéltünk, és... Lehet, hogy, hogy valami, valaki ebből tanult, és aztán közelebb kerül az igazsághoz. Végül is ez volt a cél, Úgyhogy köszönöm mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Sziasztok! Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat. Halleluja, és salom!